csoport 23 évvel ezelőtt, 1993. februárjában alakult. Ekkor már létezett a Lakiteleki Népfőiskola. Az alapításnak furcsa, számomra is meglepő és furcsa története van. Ebben az időszakban az emigrációs gyűjteményt megalapítottuk, és jártunk kint Németországban, Münchenben, a kinti magyaroknál anyagot gyűjteni. Ekkor az egyik este az asszonyok elhívtak engem egy néptánc próbára, ahol azt tapasztaltam, hogy a 20-30 éves fiatal lányok, asszonyok mellett 50-60-70 éves asszonyok is végigcsinálták szépen a bemelegítést, részt vettek a próbán. Komám asszony néven néptánccsoportjuk van, ezzel járják Németország magyar lakta településeit. És ekkor gondoltam arra, hogy semmit sem késő elkezdeni, főleg, hogyha az ember még szeret is táncolni, szeret olyan közösségben lenni szabad idejében, amely építő jellegű. És mikor hazajöttem, elkezdtem szervezni egy néptánccsoportot. Senior csoport lett belőle. Óvónőket, tanítónőket, tanárnőket és fiatalokat kerestem meg, arra gondolva, hogy talán az óvónők, tanítónők egyébként is játékos műsorokat szerveznek, talán megkönnyítem az ő életüket is azzal, hogyha a néptánc alaplépéseit szakembertől tanuljuk meg itt egy néptánccsoport keretében. Bedőcs Józsefet ismertem akkor, a Kecskemét táncegyüttes vezetőjét. Józsi akkor nekem azt mondta, hogy ő még felnőttekkel nem foglalkozott ez idáig, hogyha gondolom, nagyon szívesen kijön Lakitelekre fiatalokat, gyerekeket oktatni, viszont a felnőtt csoportnak ajánlana egy agilis fiatal embert, Fantoli Gyulát, aki fiatal, félegyházi, valószínű elvállalná, keressen meg őt. Fantoli Gyula kijött, és az ő meglepetésére, és az enyémre is, közel 40 ember várta a Lakiteleki óvodában Gyulát. Tehát így alakult meg a csoport, ami mára már 23. évét tapossa. A csoportunknak nevet választottuk természetesen. A Kösöntyű névre azért esett a választásunk, ez egy ősrégi magyar szó, aminek a jelentése egy dísztű kis ékszer. És úgy gondoltuk, hogy mi is úgy szeretnénk ebben a csoportban táncolni, úgy szeretnénk tanulni és tanítani, hogy kis ékszerként a magyar hagyományokat, kultúrát mi is mutassuk föl a környezetünkben élőknek. Így aztán a mottónk is hasonlatos ehhez, Csóri Sándor szép mondatait választottuk. A néptánc történetének két fontos történelmi pillanata volt. Az egyik, amikor a tánc fölkerült a színpadra, és a másik, amikor a színpadról újra visszakerült a földre. Nem művészetként, hanem azért, hogy a tánc tánc maradhasson, mint ahogy a szél a szél, az eső az eső. Tehát mi is elindultunk nyaranta táncokat gyűjteni. Jártunk Kárpátalján, jártunk Felvidéken, jártunk Erdélyben is. Fantoli Gyula, aki szakmai vezetőnk, a népművészet ifjú mestere és kétszeres nívódíjas koreográfus, az ő segítségével és Balogh Ildikó segítségével a csoportunk Szilágyságban járt szértelepülés táncát gyűjtötték föl Gyuláig, és mi ezt a táncot próbáltuk elsajátítani, megtanulni természetesen, ugye csak megtanulni lehet, próbáljuk szinten tartani ezt a tudást, amit ott gyűjtöttünk, s ott beszélgetve ismertük meg a település hagyományait, az ott élő embereket, a viseletüket. Így jártunk a Nyárád mentén, Nyárád Magyaróson, szintén öreg hagyományőrzőkkel együtt élve egy hétig tanulva a táncukat, ebből is tánc színpadi koreográfiát készítettünk, jártunk Széken, jártunk Mezőkörpényben, Mezőségen, szintén Gyuláék gyűjtése, a Melegföldvári
gyűjtés, ez a táncunk is színpadra került, és homoródalmási táborban jártunk, Farkaslaka környékén, Kecsetfaluban, ott is próbáltuk a táncot megismerni, elsajátítani, az ottani gyerekjátékokat a lakiteleki óvónők fölhasználták, és tanították a gyerekeknek, és aztán évzáró műsorban el is játszották azt az énekes népi játékot, amit a kecseti gyerekek játszanak és táncolnak. Tehát néptánccsoportunk nem csak a helyi lakiteleki rendezvényeken vesz részt, nem csak a népfőiskola rendezvényein, hanem a megye számos településén jártunk már fölkérésre, akár szüreti felvonuláson, falunapon, március 15-én, augusztus 20-i szilveszteri rendezvényeken jártunk Tiszaugon, Nyárlőrincen, Tiszaalpáron, Szankon, Orgoványon, Petőfi szálláson, Kunbaracson, Ballószögön, sok-sok településen a megyében, de a megye határokon túl is, Vas megyében, Vasváron is nagyon jó kapcsolatunk volt az ottani néptánccsoporttal. Külföldre is hívtak bennünket, magyar emigrációba, Bécsben jártunk, Münchenben jártunk, kint Kárpátalján, Nagy-Dobronyban, Nagyszőlősön, Csap településen, és ilyenkor mindig próbáljuk kihasználni az időt arra, hogy ismerkedjünk az ott élő emberekkel, a viselettel, a tánccal, a népzenével, és mindezeket fölgyűjtve, magunkon átszűrve, hazahozva a lakiteleki táncházakban is próbáljuk ezt továbbadni. Ezek a táncházak általában zenekaros és tematikus táncházak, tehát nem csak táncolunk és nem csak próbáljuk megtanítani az itt lévő hallgatókkal ezeket a lépéseket, hanem néprajzi ismereteket is adunk, tehát megismertetjük az adott terület, vagy az adott településnek a kultúrájával, hagyományaival, szokásaival, viseletével és természetesen a zenéjével, táncaival is. Tehát arra próbálunk példát és mintát adni, és ez feladata is a népfőiskolának, hogy soha nem késő elkezdeni valamit, akár megismerni a régi hagyományt, a régi kultúrát, és ne szégyeljünk fölállni a székről, és néhány lépéssel, hogyha nem is megtanulni, de arra a rövid időre egy kicsit beleélni magunkat az ottani paraszti világ, vagy az ottani népnek a szokásaival, a tánclépéseit próbáljuk leutánozni. Alapító tagjai még ma is aktív táncosok, tehát van, aki 23 éve tagja ennek a csoportnak, de 23 évünk alatt közel 100 ember fordult meg és táncolt a Közöntyű Néptánc csoportban. A csoportunk immáron 20 éve minden évben nyarante egy hetes tábort hirdet és szervez itt a lakiteleki népfőiskolán, és ennek a tábornak is az a célja, hogy itt a megyében működő néptánc csoportokat, azoknak vezetőit segítse abban, hogy itt ez alatt az egyhetes intenzív tánc tanulási időszak alatt elsajátítsák a legfontosabb lépéseket, és utána a saját csoportjaikban tudják tanítani ezt a táncot. A Kösöntyű Néptánc csoport igyekszik eredeti viseletekben színpadra lépni. Így találtunk meg magon olyan idős néliket, akik számunkra ruhát tudtak biztosítani. Ha az én ruhámról beszélek, akkor tudom, hogy az a
gyönyörű, szép szoknya, amelyben táncolok, közel 100 éves már, a néni nagyanyjáé volt, és gyönyörű fölkötőket készítettek nekünk ott Bagon, tehát hál' Istennek csoportunk nem csak szóban, hanem a látványban is igyekszik ezt a hagyományt közvetíteni az érdeklődők felé. És ahogyan említettem és idéztem Csóri Sándor szép mondatait, valóban így van, hogy van, amikor fölkerül a színpadra a tánc, tehát csak ott tudják megnézni az emberek, de a táncházak alkalmat teremtenek arra, hogy visszakerüljön a földre egy kicsit, és hát ne színpadi nézőként, hanem aktív táncos lépésekkel táncolva éljék meg ezt az élményt az emberek. A nyári tánctáboraiunkon törekszünk arra, hogy hagyományőrző táncosoktól sajátítsuk el a tánclépéseket, és az eredeti viseleteket magukkal hozva is megcsodálhatjuk ezeket a szép ruhákat. Így járt nálunk többek között Nyárád Magyarósról, Székről, Szérről, Csíp-Jenőfalváról ilyen hagyományőrző csoport. Sajnos állandó zenekarunk nincsen, ezt anyagilag nem tudná elviselni a népfőiskola, viszont a fontos fellépéseinkre, a nyári tánctáborainkra igyekszünk zenekart fogadni. Így 23 évünk alatt többnyire a Fabatka zenekarral, Tormási Elek és zenekarával, illetve a Hegedűs zenekarral dolgoztunk együtt, nagy-nagy megelégedésünkre. A Kösöntyű Néptánc csoport táncosai közül több óvónő szervezett óvodai néptánc csoportot és tanítja a mai napig őket. Föl növő rendszerbe, iskolába fölkerülve pedig Sallainé Győri Csilla és Sallai András táncosaim a Lakiteleki Művészeti Iskolában oktatnak néptáncot, és már több száz fiatal szerepel egy-egy gála műsoron. A Kösöntyű Néptánc csoport megünnepelte a 10., 15. és 20 éves fönnállását, és ezeken a gála esteken részt vesznek az óvodások, az iskolások és a Kösöntyű Néptánc csoport is, sőt szívesen hívunk vendégként környező településekről néptánc csoportokat. Kösöntyű Néptánc csoport 2013-ban munkája elismeréseként elnyerte Lakitelek közművelődésért díját.